Másfél-két évtizeddel ezelőtt a 10-15 kg-os óriás dinnyék voltak a sztárok, ám a mai vásárlók főleg a kisebb 4-6 kilós dinnyéket választják. Ennek az okát részben az árképzésben, részben a környezettudatosabb fogyasztói gondolkodásban lehet keresni. Ami viszont tény, hogy a dinnyefogyasztás nem esett vissza annak arányában, ahogy emelkedett ennek a különleges gyümölcs-zöldség kombónak az ára. Ma már az élelmiszerre fordított pénzösszegnek körülbelül 10%-át költjük dinnyére. Ez elég jelentős összeg, figyelembe véve, hogy főleg szezonális termékről van szó, ehhez képest az egész évben kapható almára is hasonló összeget költünk a kereskedelmi adatok alapján. Ennek a tükrében különösen fontos, hogy beszámoljunk a dinnyének, mint különleges vitaminforrásnak az élettani hatásairól. A dinnye az egy nagyon különleges zöldség, ugye az fontos kiemelni, hogy nem gyümölcs, pedig olyan, mintha gyümölcs lenne, mert nagyon édes, de mégis egy tökféle. És egy tápegész zöldség, ami azt jelenti, hogy a húsa az gyümölcsként funkcionál, a magjai, hogyha szétrágjuk őket, az olyan, mint egy olajos mag, nagyon sok eszenciális aminosav van benne, folsav van benne. A vékony zöld rétege pedig zöldség. Úgyhogy ha megeszünk egy teljes dinnyét úgy, hogy a magokat is megrágjuk, és a vékony zöld részét is, akkor gyakorlatilag egy teljes étkezést lefolytattunk. Jól hallották, a dinnyemagokat is érdemes elfogyasztani, szemben azokkal a tévhitekkel, amelyek szerint a magok irritálják az emésztőrendszert. Kétféle ember van, aki mániákusan kipiszkálja a magokat, és nem tudja megenni, vagy van, akit nem zavar, és egész belenyeli, de mindenképpen érdemes szétrágni, semmiféle problémát nem okoz, sőt, így jutunk hozzá azokhoz a sok értékes hatóanyaghoz, ami ezekben a magokban benne van. Egyébként a szőlőmag is pont ilyen, mondjuk az talán nem olyan élvezetes azt megenni, mert nagyon tapadós lesz. Viszont nagyon sok pénzért adnak szőlőmag olajat, ami gyakorlatilag ott van a szőlőben is, tehát hogyha az egészet jól megrágnánk, akkor hozzájutnánk ezekhez az értékes anyagokhoz. Tehát visszatérve igazából semmilyen problémát nem okoz, sőt, a dinnyének a magja az segíti a hasnyálmirigynek a működését, és pont amiatt, hogyha mondjuk valakinek gyengébben működik a hasnyálmirigye, azt mondjuk onnan lehet tudni, hogy az ilyen magas cukortartalmú gyümölcsök, vagy mondjuk a dinnye esetében, mint zöldséget sokat eszik, és akkor elkezd fölpuffadni tőle, az azt jelenti, hogy túl sok az a cukor a hasnyálmirigynek. Ilyenkor mindenképpen jó, de amúgy is eredésgátló fűszereket használni a dinnyéhez, ilyen például a fahéj, vagy a szegfűbors, vagy például a piros paprika nagyon jól illik hozzá, olyan különlegesnek hangzik, de tényleg nagyon, nagyon jó ízt ad neki, és ez segíti azt, ez pont ezeket az eredési folyamatokat csökkenteni. De hogyha ezek mellett is puffadunk, akkor biztos, hogy a hasnyálmirigy az gyengébben működik, és ilyenkor a mennyiséget érdemes visszavenni. A minél több dinnyehús elfogyasztása az élvezeti értékek mellett persze más okok miatt is ajánlott. Többek között a mostanihoz is hasonló hőterhelt napokon különösen jó hatást gyakorol egy jó dinnye a szervezetre. Tele van C-vitaminnal, ugye nagyon-nagyon sok rostanyag van benne, tehát az emésztésre nagyon jó hatással van, de a dinnye maga nagyon jó lugosító hatású, tehát az azt jelenti, hogy pont ezt a sabbázis egyensúlyt segít egy kicsit a lugos fele eltolni, illetve csökkenti a vérnyomást, vízhajtó hatása van, nagyon jó hűsítő, tehát pont a nyári legnagyobb melegben egy jó dinnyének az elfogyasztása az segít, hogy a hőháztartásunk egy kicsit helyreálljon. A szakértőtől korábban már hallották, a hús és a mag elfogyasztásával együtt a belső héj világos zöld részét is érdemes elfogyasztani. Abban nincsenek olyan vegyi anyagok, amelyeket a héjas gyümölcsök és zöldségek külső héjszerkezetükben gyűjtenek össze. Az fontos, hogy azt a nagyon vékony zöld réteget esszük meg, nem pedig a kemény vastag héját. Ott abban nem, de általában én úgy tudom, hogy a dinnyét nem nagyon szokták permetezni, az eléggé jól nő anélkül is, hogy bármiféle ilyen műtrágya vagy ilyesmi szükséges lenne hozzá, úgyhogy az ott bátran lehet fogyasztani. Ugyanúgy, ahogy a dinnyét eszem, szépen ki lehet kapargatni azt a zöld részét is, vagy nem kell levágni, hogyha egy kicsit beljebb vágtam a piros húsába, és ott van az a zöld rész, hogy azt is ugyanúgy meg lehet enni. Tehát nem kell teljesen meghámozni, vagy hogy mondjam, a dinnyét. Legvégül még egy javaslat a szakértőtől, ha a lehetőségük van rá, inkább a hagyományos megjelenésű, illetve fajtájú dinnyéket válasszák, ugyanis az esetleges génmódosításnak köszönhetően kialakult fajták gyorsabban érnek, érdekesebb a mintázatuk, de a beltartalmi értékükből veszítenek a nemesítés során.